Azoknak, hogy itt vannak, de nem csak azt, hogy ma vannak itt, hanem azt is, hogy az elmúlt 7-8 hónapban folyamatosan tájékoztatták a közvéleményt erről a lehetőségről, aminek az eddigi teljesítéséről most a mai nap próbálunk beszámolni. Azt gondolom, hogy a sajtónak nagyon-nagyon fontos szerepe volt abban, hogy akkora érdeklődést váltott ki ez a lehetőség, mint amekkorát kiváltott. Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondtak. Mindenek előtt szeretnék újra köszönetet mondani a magyar kormánynak, amiért ezt a lehetőséget biztosította a számunkra, támogatva bennünket annak a több éves erőfeszítésnek a megvalósításában, amit a térség és gazdaságfejlesztési program kidolgozása jelentett. Szeretnék külön köszönetet mondani erről a helyről Magyar Levent államtitkár úrnak, aki ennek az egésznek a fő hordozója és felelőse volt a magyar kormány döntése alapján. Szeretnék köszönetet mondani a munkatársainak, akik az elmúlt 6-7 hónapot nagyon keményen, ha úgy tetszik, kőkeményen velünk együtt végigdolgozták. Szeretnék köszönetet mondani a főkonzulátusnak, a nagykövetségnek, mert az elmúlt 6-7 hónapban folyamatosan partnerek voltak ebben az erőfeszítésben. Szeretnék külön köszönetet mondani a szerb politikának. A kormányfőtől kezdve a politikai élet különböző szereplői irányában, mert azt gondolom, hogy nem gördítettek akadályokat mindaz elé, amit megpróbáltunk megvalósítani, és meggyőződésem szerint meg is valósítottunk. És szeretnék külön köszönetet mondani a földjelentőknek, akiknek a száma nem kevés, és akik folyamatosan erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy ezt a rendszert bedöntsék. Rá kellett, hogy jöjjenek arra, hogy ez nem sikerül, azért, mert egy olyan rendszert építettünk föl, amelyik az átláthatóságon, a törvényességen és a szakmai korrektségen alapul. De ugyanakkor fontosak voltak ezek a följelentések, mert ezeknek a följelentéseknek alapján folyamatos vizsgálódásnak volt kitéve a Prosperitáti tevékenysége, nem csak közvélemény vonatkozásában, nem csak a sajtó vonatkozásában, hanem az erre illetékes szervek tekintetében is, úgyhogy ilyen szempontból biztosak lehetünk abban, hogy az, amit elvégeztünk, az rendbe levő dolog. Azt szokták mondani, hogy a vajdasági magyar közösség, mint a szerbiai lakosságnak a része, az egy hitehagyott közösség, amelyik előregedett, eltunyult, a valamire való része az innen már elmenekült, vagy menekülő félben van, és hogy itten gyakorlatilag azzal kellene elkezdeni foglalkozni, hogy hogyan olcsuk le a villanyt. Az elmúlt 6-7 hónap tapasztalata az én számomra teljesen másról szól. Egyrésztről arról szól, hogy ezen a közösségen belül igenis vannak emberek, akik itt képzelik el a jövőjüket, akiknek határozott elképzelésük van azzal kapcsolatban, hogy a holnapjukat hogy tehetik jobbá ennek a lehetőségrendszernek a használatával. Ezzel találkoztunk, erről szól a negyedmilliónyi megkeresése a különböző profiloknak, erről szól a 15 ezer beszélgetés, erről szól a 2400 pályázó, erről szól a 800 sikeres pályázat. Ez egy olyan fajta fölismerés az én számomra, ami csak megerősíti azt a meggyőződést, ami oda vezetett, hogy ezt a programot elkezdjük kidolgozni. A másik fontos tapasztalat, amiről szintén szeretnék 2-3 mondatot mondani, az az, hogy nem igaz, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség és a körülötte levő emberek tunyák, képzetlenek, előregedettek, és nincsen igazuk azoknak, akik arra várnak, hogy ez a népességi réteg ki fog halni. Nem igaz. Azért nem igaz, mert ezt az egész rendszert, a prosperitáti rendszerét olyan emberek alkotják ma, akik elkötelezettek az országuk vonatkozásában, elkötelezettek a
közösségük vonatkozásában szakmailag fölkészültek, és olyan feszes határidőkön belül képesek nagy teljesítményeket asztalra rakni, amikről ma itt beszámoltunk. Persze az egész folyamatnak a kezdetén vagyunk. Az első pályázási kört zártuk le, a második pályázási kör eredményének a meghirdetésére gondolom az elkövetkező egy-másfél hónapban sor fog kerülni, és ebben a pillanatban azon dolgozunk, hogy őszre újabb pályázati lehetőségek nyíljanak, reményeim szerint azzal a hitelkerettel együtt, ami rendelkezésre áll, és ami banki források formájában kerül hozzáférhető formában. Szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének, Pásztor Istvánnak, hogy elsőként, mint társfelterjesztő, kormány elé terjesztette ezt a felterjesztést, és elfogadásra került, hogy elérhető legyen ez a támogatási forma a nemzetpolitika egy új eszköze a vajdasági magyar közösség számára. A kormányhatározat része volt az is, hogy január 31-ig meg kellett jelentetni az első pályázatokat. Ez azt jelentett, hogy pár hónap alatt fel kellett építeni egy működő rendszert, amely alkalmas a pályázatok kiírására, befogadására és feldolgozására. 8 irodából álló hálózat felállításával valóban január 31-én 10 pályázatot megjelentettünk, kiírtunk egy házvásárlási, 3 vállalkozásfejlesztési és 6 mezőgazdaságfejlesztési pályázatot. A szabadkai, topolyai, zentai, magyarkonizsai, óbecsei, temerini, nagybecskereki és zombori irodába az elmúlt hónapokban több mint 15 ezer megkeresés érkezett az indulástól kezdve, telefonon, személyesen és e-mailben, elsősorban személyesen. A felkészítés időszakában az elsőkörös pályázatokról több mint 60 helyszínen tartottunk tájékoztatót, mintegy 10 ezer emberrel találkoztunk, és Vajdaság minden egyes szegletébe eljutottunk. A honlapunkat a mai napig mintegy 250 000 nyitották meg, és 60 ezer teljesen egyéni látogatója volt a honlapunknak. Közösségi hálókon a 25 és 34 év közötti generáció kereste fel legsűrűbben, leginkább az alapítvány honlapját, illetve oldalát. Heti bontásban mintegy 30 ezer látogatóval tudtunk számolni ebben az időszakban. A pályázati kiírás beadási határideje március 31-e volt, és ahogy professzor úr említette, több mint 2400 pályázatot adtak be. Ennyi beadvány érkezett Vajdaság egész területéről, minden irodába, a beadott pályázatok száma pedig területenként arányban áll a területen élő magyarság lélekarányával. Tehát nyilvánvalóan szám szerint Szabadkán a legtöbben, Szórványban valamivel kevesebben adták be a pályázatot, azonban lélekarányban teljesen kiegyensúlyozott a beadás mutatói, százalékarányai. Ez is mutatja azt, hogy valóban eljutottunk Vajdaság minden szegletébe. A beadott pályázatok magas száma, program, az alapítvány, a támogató iránti bizalom jeleként éljük mi ezt meg. Emlékezünk onnan, hogy honnan indultunk, Szembeszélből, a közhangulat, milyen közhangulat volt. Onnan indultunk ki, hogy előre leosztott pályázatokról van szó. Ehhez mérten ma egy átlátható, transzparens rendszert működtetünk. Minden dokumentum, kiírás, szabályzat megtalálható a honlapunkon. A pályázatok értékelésénél a 4 szem elve érvényesül, a formai ellenőrzést 2 kollega, a szakmai értékelést pedig minimum 2 független értékelő, indokolt esetben 3. bevonásával végezzük el. A pályázatok eredményéről szóló döntés több lépcsős, a munkatársak és a szakmai értékelők véleményezése után az igazgatóbizottságon állást foglal, felterjeszti a döntéshozó testületnek Magyarországra, és azt gondolom, hogy egy sokkal szigorúbb rendszer működik ma Vajdaságon, mint amit bárki január 31-én vagy november 18-án el tudott volna gondolni. Az volt a mi szándékunk, a Vajdasági Magyar Szövetség, a magyar kormány és a magyar kormány által az átlátható pályázatok útján történő kiosztása megbízott Prosperitáti Alapítvány célja, hogy mindenki biztos legyen abban, hogy megfelelő módon kerülnek kiosztásra az eszközök. Ma eljutottunk oda, hogy az első pályázati kör 10 kiírásában döntés született. A nyertes pályázók száma eléri már
minden kategóriát figyelembe véve 900 sikeres pályázót, és az eredmények igen tarkák. Vannak kis értékű pályázatok, kisebb összeget igényeltek, nagyobb értékű pályázatok, tehát vannak tehetősebb, kevésbé tehetős nyertesek, azonban minden esetben a kért összeget tudtuk megítélni, a kivételektől eltekintve, ahol túlárazással találtunk magunkat szembe, ahogyan ezt a tájékoztató során is elmondtuk, erre is odafigyeltünk közösen a támogatóval. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy egyes híresztelésekkel ellentétben nem csak VMS-es projektek nyertek. Vannak olyan települések, ahol olyan kritika érkezik, hogy csak a VMS-esek nyertek. Van olyan település, ahol olyan kritika érkezik, hogy csak a VMS-esek nem nyertek. Ha áttekintjük a listát, akkor az tükröződik vissza, mindegyik döntési listát, az tükröződik vissza, amit a tájékoztatók során elmondtunk, se nem előny, se nem kizárók, se nem hátrány az, hogy valaki a Vajdasági Magyar Szövetség tagja, vagy pedig lennem. Ez nem volt pályázati kritérium, és nem is lehet. Egy jövő szükségleteit idéző szempontra szeretnék kitérni, de a folyamatosságot fontosnak tartva a múltból indulok. Több informatív összejövetelén megfordultam igazgatóbizottsági tagként. Hangsúlyoztam, hogy azért járunk a fórumokra, hogy figyeljük a folyamatokat, mert szeretnénk, hogy a pályáztatás, a támogatások odaítélésének folyamata minél simábban, minél kevesebb zavarral bonyolódjon le. Tisztában vagyunk vele, hogy így is vannak vélt és valós sérelmek, van még így is, akik sokalják a papírok, bizonylatok követelményét, pedig azok tényleg a minimumra vannak csökkentve. Szeretnénk, hogy a lehetőség keretében minél gördülékenyebben, minél kevesebb problémával játszódjon a pályázás és a támogatások kijuttatása. Minden hiba megfelelő figyelmet kap, mert a rendszer működtetése is számunkra is egy tanulási folyamat. Lehet, hogy nem túloztam, amikor a munkatársaknak mondtam, hogy a munkájukat weberi bürokrácia követi, csak a kornak megfelelően már számítógépen és nem papíron. A mai beszámolóm keretében két gondolatra szeretnék fókuszálni. Az első az, hogy gyakorlatilag hogyan függ össze a pályázati eredmények az akcióterben foglalt feladatokkal és prioritásokkal. Illetve tekintettel arra, hogy ma már valamennyire rendeztük ezeket a pályázati adatokat, tehát a sikerek megvannak, illetve az eredményekről be tudunk számolni. A statisztikából próbáltam mozsolázni, annak érdekében, hogy néhány konkrét területi eredményt is tudjunk bemutatni. Az első kérdéskör az akciótervhez való kapcsolódás. A munkatársaimmal, akik a pályázatokat készítették, tehát az első körnek a 10 pályázatát, majd a második körnek az 5 pályázatát, gyakorlatilag 80%-ban fettük azokat a prioritásokat és tevékenységet, amelyeket az akcióterv tartalmaz. Ha csak egészen vázlatosan számolnék be ezekről a feladatokról, akkor elmondható az, hogy az általános akciótervek keretében, a szabványosítás kérdéskörében konkrét pályázatot írtunk ki. A mezőgazdasági termelők integrációjának támogatásához, a mezőgazdasági termékek piacra juttatása feltételének megteremtéséhez szintén írtunk ki pályázatokat. A turisztikai kapacitások vonzerők fejlesztéséhez, valamint a gazdaságfejlesztési prioritás keretében a termelés serkentés folyamatához szintén vannak olyan pályázatok, amelyek ezeket a kérdésköröket fedik. A második körben, amely szintén már lezárult, a startup pályázatok a legérdekesebbek, erre van a legnagyobb kereslet, illetve erre jelentkeztek legtöbben, ami azt jelenti, hogy innovatív gazdaságfejlesztés és vállalkozásfejlesztésnek a szemtanúi vagyunk. Ha a pályázati eredményekről kellene szólnom, elmondhatom azt, hogy az első körben 2405 pályázat érkezett, és ebből a beérkezett pályázatok körül 825 pályázat jogosult támogatásra.
ami az összes pályázatnak a 34,3%-a. Ez a százalékarány reálisnak tűnik, ugyanis a rengeteg pályázatra akkora volt a keret, és gyakorlatilag ezt a keretet ki is tudtuk meríteni. Igen. Följelentésekre. Hát nem tudom, mert névtelenek voltak a rendszerrel kapcsolatban, a rendszer átláthatóságával kapcsolatban, az itteni különböző hatóságoknál, a magyar kormánynál, a magyar kormány különböző minisztériumainál folyamatos volt ez az egész történet, úgyhogy nincsen ezzel kapcsolatban semmi, hogy is mondjam, meglepő, ez az életnek a része. Az, aki nem tud hozzátenni, az úgy próbál tündökölni, hogy megpróbálja bemocskolni azt, ami van. Úgyhogy ez az életnek a része, de azt gondolom, hogy olyan fontos része az életnek, és olyan fontos része az elmúlt 7 hónap tapasztalatának, hogy nem megkerülhető. És köszönet jár érte, mert ezek az ellenőrzések azért fontosak, mert megerősítőek. Azért fontosak, mert kérdéseket lezárnak. Azért fontosak, mert meggyőződéseket megerősítenek. Azért fontosak, mert eredményeket aláhúznak és lezárnak. Hát ezt én nem tudom ebben a pillanatban magának megmondani, nincsen kizárva. De voltak, és ha voltak, akkor lehet, hogy vannak és lesznek. De állunk elébe. Köszönöm szépen a kérdést. A működésre szánt eszközökből, az idei évre szánt eszközökből 75 millió forint került átutalásra az alapítvány számlájára, amelynek az elszámolási határideje holnapi nap, és ezzel időre annak rendje és módja szerint, szerződés szerint fogunk elszámolni. Egyébként a felsorolt tételek az összeszközök vonatkozásában, az 50 milliárd forint vonatkozásában, vagy akár a visszanemtérítendő 20 milliárd forint vonatkozásában elenyésző százaléka a kiosztásra kerülő forrásoknak, jelentősen elmarad a források elosztásához technikai segítségnyújtásra szánt európai eszközöktől és százalékoktól. Ilyen vonatkozásban a magyar kormány és az alapítvány is elégedett a zárérték aránya. Bocsánat, még ott van, még egy kérdésem lenne. A meghívókat általában úgy gondoljuk, hogy most szervolvasom fel, köszönöm, hogy fog megcsinálni a szövetséget, de akkor a prozettet alapítvány sajtószolgálata küldik ezeket. Mióta működik a sajtószolgálat? Köszönöm szépen a kérdést. A Prosperitáti Alapítvány intézményrendszerének kiépítésében az első és legfontosabb lépés az volt, hogy a 8 területi irodát felállítsuk és a munkatársokat munkába állítsuk, hiszen ez volt az előföltétel annak, hogy a pályázatok befogadása el tudjon indulni időben. A következő lépés a központi iroda kiépítése volt, ahol szükség van több munkatársra, többek között sajtósra is. Ez folyamatosan épülő rendszerről beszélünk, úgyhogy az idő előre haladtával gyakorlatilag még a héten is történt fölvétel, tehát alakuló rendszerről beszélünk, az igényekre válaszolunk, de mint ahogy látjuk, rengeteg eseményünk van, úgyhogy sajtós munkatársra is szükségünk van. Úgyhogy ez működik gyakorlatilag a legelső eseményektől kezdődően már küldtük az értesítést a sajtónak, sajtószolgálat aláírással.